Nánási Palék ugye kim voltak Ázsiában, az Ázsia Express múlt héten elindult itt a TV2-n, és hát Nánázsia címmel van egy vlog, egy blog, blogbejegyzés, ebből fogunk most látni egy rövid részletet. Nagyon hiányoznak az otthoniak, az otthoni dolgaink, az otthonunk maga, a pittyú. Drága. Nem akarom, hogy a bányok itt akartam. Drágaságom. Ez a kosz, ez a bűz, ez a dump, ez az eső, apa, a kaka. Borzasztó. Hát ugye elindult az Ázsia Express, nem tudom, te néztél-e már adást egyébként? Be kell vallanom, hogy csak ilyen részleteket láttam. Tehát látod már a reklámját, látod esetleg a beharangozást, hogy mennyire szenvednek ott az emberek és mindenki más. És mi ugye a lényeg az, hogy Nánási Paliék is ugye kim voltak, mivel Ördög Nóri volt ugye a műsorvezető, igen, és kim voltak a gyerkőcökkel, és közben ők elindítottak egy blogot. Így van, a Nánázsiát. A Nánázsiát, ami közben el is indult, és itt köszöntünk is akkor a műsorban, Pali, ismételten, hogy itt vagy, nem tudom, hogy túlélted, nem élted túl, nagyon-nagyon népszerű lett egyébként ez a fajta blog, amit ugye csináltatok. Ugye ugyanannyi epizód lesz valószínűsíthetően, mint amennyi része lesz az Ázsia Expressnek. Most van már fent 8. Igen. Nem, már azt hiszem 9 vagy 10, ma lesz a 10-es. Hát ugyanannyi nap lesz, ugyanannyi napig, talán mi több tovább is voltunk kint. Meg hamarabb kezdtétek el. És hamarabb is kezdtük el, úgyhogy jó sok feladat. Figyelj már egy picit, amikor ugye ott voltunk, és ott jöttetek, mentetek a kamerával, mi azért tudjuk azt, hogy egy műsorvezető életében, ugye a Ördög Nóri életében mennyire nehéz volt ez, tehát sokkal hamarabb kellett kelnie, mint mondjuk nekünk játékosoknak, és lehet, hogy sokkal tovább is mondjuk szedbe kellett állnia, annak érdekében, hogy minden rendben működjön. És teljesen más nézőpontból látta az egészet. Így van, és ugye ott voltak a gyerkőcök is, de most ugye láthattuk azt, hogy ti elkezdtetek ilyen üzeneteket félretenni, meg eldugdosni Ázsiában. Időkapszulá, igen, ezt egyébként a Nóri találta ki, ezt hadd mondjam bele a televízióban. Ő nem érezte, hát, hogy ez zseniális, mennyire nehéz játékosként? Már hogy mi? Már hogy ezt igazából soha nem fog tudni megtalálni. Tehát én értem azt, hogy majd a gyerekeid... Nagyon ügyesen kerestem egyébként általában én helyeket erre, és mi nagyon hiszünk abban, hogy olyan helyre el tudtuk rejteni, ami... Na és mi volt ezzel a cél, hogy a gyerekeitek majd? Hát az a cél és az az üzenet, ami szerintem csodálatos, hogy gyakorlatilag a jövőbe üzenünk a gyerekeinknek, unokáinknak, ükunokáinknak, és elrejtünk egy olyan információt, egy csomó olyan dolgot, adatot, amit, ha mondjuk én arra gondolok, hogy az én szüleim, ha elrejtettek volna, nekem most lehet, tudnék menni. Elmennél? Hát azonnal rohanni. Ezek levelek, fotók, ezek tárgyak, fotók, tehát memóriakártyára fotókat, amit ott éppen aktuálisan csináltunk, illetve hát egy levelet írtunk, és hát mindenféle egyéb kis kincseket is belerejtettünk, úgyhogy... Nem érzed annak veszélyt, hogy mondjuk én pont láttam az egyik kapszulát, mikor elrejtetted egy fának vagy egy kéregnek a közepébe, hogy esetleg ezt valaki mondjuk most látja, és... Nem tudja megtalálni. Nem találja meg? Lehetetlen. Biztos, hogy nem fogja. De meg miért rejtettünk? Hát még mindenkit érdekel, hogyha valamit elrejtesz. Engem érdekelne. De előre szeretném bejelenteni, hogy lesz majd egy olyan rész, amit viszont mindenkinek rejtettünk. Ó, tehát, hogy van egy olyan kapszula, amit tényleg... Hogy, igen. Visszajössz vele valami? Arra vissza, azt megkeresem. De ez egész egyszerűen ez egy mindig annyira jó feladat, tehát tulajdonképpen ennek az egész vlognak egy ilyen gerincét képezi ez a mi rejtésünk, és egyébként ez egy olyan gondolat és ötlet, amit mi off-kamera és egyáltalán a mi életünkben szeretnénk folytatni, és sok-sok ilyen kapszulát elhelyezni a világ minden pontján. Nyilván rögzítettétek, vagy valami koordinátákat ti felírtatok, hogy hol vannak ezek, de ha most ezekre nem néznél rá, megtalálnád őket? Most még biztosan, most még nem vagyok annyira. De hogy találnád? Meg, Poli, hát az ország, biztos, a városokra nem emlékszünk, hát nem ilyesmi. Olyan biztosan rálágtad. Pontos GPS koordináta. Az oké, de nem koordináta nélkül. Koordináta nélkül. De emlékszel arra, hogy melyik városban voltunk pontosan? Nem. Oda mutatott, hogy igen. Most nem tudnám felidézni, de miután megvan minden, hát nyilván oda találnék. Aha. Ez egész biztos. Mi az, amit üzentél nekünk? Az azt jelenti, hogy mondjuk a játékosok és a stáb mondjuk, hogyha valaki visszamegy. Nem nektek üzentem. Kinek üzentem? Hanem bárkinek, aki akar kincset keresni. Azt, tehát rejtettünk egy olyan kapszulát, ami
amit meg lehet találni. Tehát, amit és majd megadod a koordinátáját konkrétan? Meg lehet találni. Nagyon szimpatikus az egyébként ebben a blogban, hogy láthatóak vagytok a nehézségekkel küszködni. Tehát, hogy te is, amikor kimondod, hogy hát lehet, hogy ez inkább túlvállaltuk magunkat, ugye ott vannak a gyerekek, még ha van segítség, és azért tudjuk az utazás és egyéb dolog. Megcsinálnád még egyszer? Meg. Most már meg. Ha akkor kérdezel meg, amikor ott vagyok, akkor mindjárt azt mondtuk, hogy igen. Na jó, de azért nagyon... nektek nem napi két fillérből kellett szállást, kaját, mindent találni. Nekünk nem, de azért ez Ázsia egy kemény hely, valóban, amit ti csináltatok, és ezt szintén szeretném kimondani, elképesztő. Tehát én pontosan láttam, hogy ott milyen körülmények vannak, és az, amit ezek a csávok végigtoltak, vagy csajok, az tulajdonképpen elképzelhetetlen. Én szívesen látnám mennyire... titeket játékosként, tehát Ördögmóra, Bánási Pál, mint játékos. Én tudom, hogy mire vállalkozni. Azt viszont szívesen látnám egyébként, én meg csinálnék egy blogbejegyzést a háttérben. Lehet, hogy jó, tehát hogy igazán van... Én meg minden nap megkérdezném, hogy akarnak-e beszélni róla. Nem tudom, szóval nagyon-nagyon nehéz volt, és két gyerekkel, aztán annak ellenére, hogy természetesen nekünk minden körülmény adott volt arra, hogy A-ból B-be eljussunk, de 5000 kilométert letolni kettő pici kicsi gyerekkel, úgyhogy azért eléggé mondjuk úgy nehéz körülmény, ami nem látszik egyébként a tévében, vagy legkevésbé, hogy mindig rohadt meleg van, és mindig brutális páratartalom, tehát ott eleve van egy ilyen nyomás rajtad, és akkor még semmi másra nem beszéltünk. Gondoltatok arra, hogy ez ekkora siker lesz? Ennyire sikeres lesz ez a bejelentkezés? Nem. És örültök neki? Tehát mondjuk tervezel majd később, ha elmentek üdülni, akkor csinálj egy hasonlót? Mindig, tehát mi ezt eddig is csináltuk. Azért is nem volt annyira idegen, csak nem mutattuk meg, de ennek az utazásnak azért megvolt annyira a nyilvánossága. Egyrészt a nyilvánossága, és másrészt annyira sok kaland szerintem, volt benne, hogy ezt egyszerűen nem nagyon szépen köszönöm, magunk. Szerintem a nézőknek is megköszönhetem azt, hogy végre beengedtek minket az intim és a privát szférátokba. Szerintem nagyon-nagyon sokan, de ez látható a számon, mennyien kíváncsiak rátok. Köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy meghívtatok. Csak.